Tisztelt rektor úr, kedves egyetemi ifjúság! Őszinte örömmel köszöntöm a Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények tanárait és tanulóit is, akik szintén itt vannak online közvetítésen keresztül velünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Szent Györgyi Albert mondta, az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Jó helyen vannak itt tehát mindazok, akik sokat várnak a jövőjüktől. Mindenki jól tudja, a tudás felhalmozásán és átadásán túl az egyetemek az egyik legjobb közösségszervező helyszínek. Itt alakulnak ki az élethosszig tartó barátságok, az egyetemekről indulnak sikeres vállalkozások, itt szövődnek nagy szerelmek. El kell mondjam azt is, hogy őszinte örömmel jöttem ma ide, hogy részt vegyek ezen a különleges tanévnyitó ünnepségen. Különleges számomra ez az esemény, mert közös ünnepet jelent a Kárpát-medencei egyetemekkel és főiskolákkal. Különleges azért, mert egy olyan egyetemen vagyunk, amely megértette az idők szavát, olyan kiművelt emberfőket képez, akik biztosan megtalálják majd számításukat a magyar gazdasági életben. Az Óbudai Egyetem képviseli mindazokat a nemes hagyományokat, és büszkélkedhet mindazon eredményekkel, amelyek alapján elmondhatjuk, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas színvonalat képvisel. Oktatási rendszerében megtalálta az egyensúlyt az időtálló alapismeretek, a tudományos igényű, korszerű tudás és a gyakorlati ismeretek között. Mi sem mutatja jobban az egyetem sikerét, mint az, hogy mára az általa művelt tudományterületeken, mind az oktatásban, mind a kutatásban és az innovációban nemzetközileg elismert, versenyképes intézménnyé vált. Örömmel láttam, hogy az egyetem méltó helyet vívott ki magának a magyar felsőoktatási intézmények között is, amit jól jelez a nagyarányú túljelentkezés. Elismerést érdemel, hogy mint a 600 éve újjállapított Óbudai Egyetem szellemi örököse, kiemelt figyelmet fordít a magyar érdekek, értékek, haladó hagyományok és tradíciók ápolására is. Ennek köszönhető, hogy ma magunk között, idézőjelben, Kárpát-medencei körben ünnepelhetünk. Köszönöm ezt a lehetőséget. Köszönöm, mert megmutatja Magyarország kormányának identitásőrző nemzetpolitikájához sokan csatlakoztak, sokan vallják velünk együtt, hogy noha fontosak az érzések és a szavak, eredményeket csak tettekkel érhetünk el. A Kárpát-medencei felsőoktatás megvalósítása azért fontos, mert alapot teremt arra, hogy az egész magyarságot hozzásegítsük ahhoz, hogy a szülőföldjén boldogulva legyen sikeres, legyen képes érdekei érvényesítésére, céljainak megvalósítására. Kifejezi, amint ezt egy felelős, felnőtt nemzethez méltó, elkötelezettek vagyunk a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás, az anyanyelvi tudás átadás és az anyaországhoz tartozás érzésének erősítése mellett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amint azt mindannyian jól tudjuk, Magyarországon végzett mérnököknek lenni ma is rang a világban. Nincs olyan fejlett ország, ahol ne ismernék világhírű mérnökeink, Jedlik Ányos, Puskás Tivadar, Gábor Dénes, Kemény János, Wigner Jenő vagy Neumann János nevét. Büszkeségünkre és szerencsénkre még hosszan folytathatnám a sort, megemlítve az itt jelenlévő Óbudai Egyetem egykori valahol diákját, Galamb Józsefet is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy nemzetgazdasági miniszterként kicsit visszalépjek az időben, és ejtsek néhány szót arról, hogy mik is voltak legfontosabb céljaink 2010-ben, amikor elindult ez a kormányzati ciklus. Hivatalba lépésünkkor több súlyos gazdasági problémával szembesültünk. Az állam, a vállalkozások, a lakosság súlyos eladósodottságával, az igen magas költségvetési hiánnyal, az alacsony foglalkoztatásból, az igen magas munkanélküliségből eredő gondokkal. És ezek még csak a jól látható, mindenki számára érezhető és érthető problémák voltak.
Ezekben nehezebben volt észlelhető az az értékválság, amelyet mindez tükrözött, például a tehetség, a tudás és a munka erkölcsi és anyagi megbecsülésének hanyatlása. Ahhoz, hogy tovább léphessünk, nem csak a költségvetési politikában kellett tehát komoly változásokra elszánnunk magunkat, hanem az élet szinte minden területén. Az új alaptörvény megalkotásától a magyar állampolgárság igazságos szabályozásán át az oktatási rendszer átalakításáig. Világosan látszott ugyanis, hogy az ország, ha nem is rohan, de ütemesen halad a szakadék felé. Számos kritikát kaptunk mindazokért a döntésekért, amelyeket meghoztunk, a lépésekért, amiket megtettünk. Ezekre válaszul Lloyd George szavait idézném, ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Az eltelt idő igazolta, hogy jó úton jártunk. Az államadósság növekedési üteme megállt, a költségvetési hiány pedig meredeken csökkent. Elértük, hogy idén júniusban hazánk kikerült a 2004 óta folyó túlzott deficit eljárás alól. Alig több mint egy hónapja, augusztus 12-én pedig Magyarország előtörlesztette a nemzetközi valutalappal szemben még fennálló adósságát. Ezzel költségvetési értelemben is visszanyertük szabadságunkat. A munkaerőpiacot tekintve pedig 2013 első felében 3.964.000-en dolgoztak Magyarországon, ami 10 éves foglalkoztatási csúcsnak számít. Ami makrogazdasági teljesítményünket illeti, az adatokat látva nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyarország 2013-ban túllépett a recesszión, és végre növekedési pályára állt. Mindezt azért mondtam el ebben a körben, mert hiteles képet akarok festeni Magyarországról. Olyan országban élünk tehát, amely saját erejéből képes volt kikerülni az adósságcsapdából, és amely komoly lépéseket tesz a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtéséért. Ezek az eredmények kellettek ahhoz, hogy olyan feltételeket teremthessünk Magyarországon, amelyek között mindenki, így a fiatalok is itthon tudnak és akarhatnak boldogulni, előrejutni, tartalmas életet élni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A feladat tehát adott nem más, mint a növekvő, erős és sikeres Magyarország megteremtése. Ebben a munkában kiemelt szerepe lesz a magyar műszaki értelmiségnek. Napjainkban ugyanis minden fejlett országban a gazdasági növekedés és a versenyképesség záloga, hajtómotorja és legfőbb ereje az ipari termelés és az innováció. Az innovatív iparágak működése pedig már nem képzelhető el az akadémiai, a felsőoktatási kutatás és az ipari alkalmazás összekapcsolása nélkül. Ezért olyan jelentős, hogy Magyarország az egész világon számon tartott akadémiai és egyetemi oktatási, innovációs és kutatásfejlesztési bázissal rendelkezik. Ennek a szellemi tőkének jelentős szerepe volt abban, hogy olyan vezetőgyártók, mint amilyen az Audi, a Bosch, a Knorr-Bremse, a Magna Steyer és a ThyssenKrupp nálunk hozzon létre olyan kutatófejlesztő központokat, amelyek mára már 1000-nél is több magyar fejlesztőmérnököt alkalmaznak. Az ágazatban a közvetlen kutatásfejlesztési beruházások mértéke 2012-ben elérte a 71 milliárd forintot. Azt, hogy Magyarországon egy mérnök, egy informatikus fel tud készülni arra, hogy megállja helyét a nagyvilágban, azt eddig is tudtuk. Most arról szeretném meggyőzni önöket, hogy olyan országot építünk, ahol itthon is megvannak mindazok a lehetőségek, amelyek sikeres szakmai életúthoz vezethetnek. Külön szeretnék szólni és üzenni a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények tanulóihoz és tanáraihoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sokáig vártunk arra, hogy a magyarságot összekötő érzelmi és nyelvi köteléken túl létrejöhessen egy jogi értelemben is létező kötelék a magyar nemzet egymástól elszakított részei között. Úgy érezzük, hogy ezzel Magyarország olyan hazává vált, amely tud és akar segíteni a határainkon túl élőkön. Ez a segítség ráadásul nem forrásokat visz el tőlünk, éppen ellenkezőleg. A határon túli magyarok erejét hozzáadja a miénkhez. Nem ráfordítás, hanem erőforrás az itthoni magyarok számára. Ezt az egyszerű tényt még mindig nem mindenkinek sikerült megértenie. Sokszor szembesülök véleményekkel, melyekben meglehetősen keresetlenül az van megfogalmazva,
ugyan minek támogatni a határon túli iskolákat és egyetemeket? A válasz roppant egyszerű. Ez a nemzeti kormány nem csupán az állampolgárság lehetőségét, hanem a helyben maradás és az egyetemi oktatáson keresztül a helyi gazdaság megerősítésének lehetőségét is kínálja a határon túli magyaroknak. Olyan ez, mint a család, minél nagyobb és összetartóbb, annál erősebb, annál nagyobb biztonságot ad. Balgaság ezért azt feltételezni, hogy a határon túli egyetemekre elköltött közpénzek elvesznek. Éppen ellenkezőleg, a határon túli magyar közösségek a gazdasági élet megerősödéséhez vezethetnek ezek a támogatások, így ezen keresztül az egész magyarság megerősödéséhez hozzá tudnak járulni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az Óbudai Egyetem hallgatói már régen érzik és tudják, hogy a közös munkában mennyi kiváló lehetőség rejlik. Örömmel olvastam ezért a Temesvári Egyetemmel közösen tartott informatikai szimpóziumról. Nem túlzás tehát, ha azt állítom, az egyetemek a letéteményesei közös nemzeti jövőnknek. Nem lesz könnyű feladat. A kor, amelyben élünk, a felnövekvő nemzedékek elé olyan új kihívásokat állít, amilyenekre akár egy évtizeddel ezelőtt még nem is gondoltunk. Ahhoz, hogy ezekkel szembenézhessenek, jól átgondolt, felelős, a magyarság értékrendjét megőrző átalakításra van szükség. Tudjuk, hogy ezek a változások nem könnyűek. Az újra való áttérés csak akkor sikerülhet, ha megvan az egymás iránt érzett szolidaritás, bizalom, hit abban, hogy közös célunkat elérhetjük, elérjük. Kedves diákok! Sokszor elhangzik, hogy a fiatalok manapság nem látják biztatónak a jövőt, nem biztosak abban, hogy a tanulás lévén lehetnek sikeresek. Tudom, hogy a jó tanács úgy hangzik, hogy választanak bármely pályát is, ne elégedjenek meg a középszerrel, legyenek kiválóak. Mert minden szakmában sokan vannak olyanok, akik csak éppen megfelelnek, de nagyon kevesen vannak azok, akik tényleg kiemelkedőek. Ez pedig tanulás, komoly munka nélkül, ahogyan eddig sem, ma sem sikerülhet. Mert a tudás maradt, ami volt, nehezen megszerezhető érték. A magyar műszaki felsőoktatás és műszaki értelmiség múltját és jelenét ismerve, biztos vagyok abban, hogy most is van köztünk valaki, akiből tudós, világhírű, új eredményeket felfedező kutató, vagy forradalmian új technológia kifejlesztője lesz. Nagyon boldog lennék, ha évek múlva úgy térhetnék vissza, hogy én megmondtam. A jövőnk, Magyarország jövője az önök kezében van, tehát jó kezekben. Köszönöm a figyelmet.